Na jó reggelt kívánok mindenkinek! Tegnapi live-ot nem akartam megszakítani. Tablet csináltam, kérem szépen, ezt a kis mókát. Mindent leszettem róla, újra raktam, utána csináltam rajta egy gyári visszaállítást, de nem is tudok rá mit mondani. Kicsit azért bosszantja az embert, mert nem 2 forintos gépről van szó. Meg már úgy kezdem a live-ot, hogy kidobál. De még a programot sem engedi, meg simán a tankot sem. Megfogja, lerakja a tárcára. Tárcáról visszahozom, ugyebár a live programot, akkor is megfog, kidob. Folyamatosan ebben küzdködtem, most talán ma ránézek, de így komolyan mondom, így nem nagyon lehet mit kezdeni vele. Az még talán hagyjuk is, hogy elkezd néha laggolni a játék, az mindegy, hogy az miatt kilőnek, meg hogy én nem tudok vele normálisan lőni, de legalább futna. Nem az, megfogja magát, az kidobja. Nem, tényleg is nézem az internetemet. Akkor a gép is megfogna magát, és ledobna róla. Érdekes ez a dolog. Tényleg hosszabb lájót is terveztem volna, még egy másfél órásat. De ez miatt. Hát ma is, amire visszarakok rá mindent, még az is idő lesz. De érdekes, hogy amikor meg kikapcsolom a gépet, hogy újraindítom, akkor már megy a live. De azt sem mondhatom, hogy állandóan be van kapcsolva a gép hétvégén, de valamikor 2 napig be sincs kapcsolva. Nincs túlhajtva a gép, most hogy mondjam, már nem egész nap játszok rajta, hogy nem bírná. Nálam minden eszköz pihenni szokott. Ugyanúgy a telefon hétvégén este ki van kapcsolva. A gép sincs nagyon bekapcsolva, csak az hétvégén, de max a szombat van, amikor tényleg hosszabb ideig megy idézőjelbe. Csak most ez a köztes eszköz nem akar így működni, akkor nem is tudom, hogy lesznek live-ok. Normális live-ok idézőjelbe. Mert a tabletra nem lehet számítani, nagyon úgy látom. Meg azt sem értem, hogy amikor olyan hangot ad a hangszórón, de azt is halljátok, hogy amikor lövök, és így visszhangzik az egész, mintha nem bírne el a gép a játékot. Pedig mi van véve rajta minden, anélkül nem is bírne a live-ot. De mondom, tényleg előtt, amikor nem volt live, csak simán játszottam volna a gépen, akkor is katasztrófa volt. Azt sem látta, hogy túlmentem a házon. Utána már visszadobott a ház mögé. Valami nincs rendben. Telefonon érdekes, nincs ilyen dolog. A gépen sincs. Nem is tudom, mi lesz, mert még a képet fizetem másfél évig,
Jó, hogy az ember egy olyan gépet fizet, amivel nem is tudok idézőjelbe kikapcsolódni, meg dolgozni rajta. Jó, de esélytabletot szerettem volna, de az meg nem is volt a Jettelnél. Egy, kettő, meg az emaknál is még mindig fent volt az ár, emlékszem tavaly. De szerintem most is fent van még. Attól még, hogy S8 tablet van. Nem tudom, kevés a hardvere. Akár nem tudok mit mondani. Csuklottam egyet. Tényleg esemet mondom utána, eléggé így rossz kedvem is lett. De most ilyennel kell mondom, itt még az estébe kilódom, mondom, meg így megszokott a live, mondom. Jó van, este találkozunk mindenféleképpen, vagy bejelentkezek, ha esetleg nem működne a dolog. De remélem, hogy össze fog jönni, hogy megjavult már a gép. Bízok benne. Mindenkinek kitartást, jó nyaralást, én Zoli voltam, sziasztok!